Köszöntelek benneteket, szeretett a szokásos szombati találkozónk. Egy napja elérkezett, mint ahogy jeleztem nektek. Minden találkozóra hívok vendég előadókat, és úgy gondolom, hogy minden találkozón tanulunk is nagyon sokat az összes előadótól, és minden találkozón szükség van a bölcsességre, a hallgatásra is. Mert a bölcsember hallgat, és közben tanul. És ez nagyon-nagyon megszívlelendő mindenkinek. Én úgy érzem, hogy amikor egy szombathoz elérkezünk, akkor mindenki számára van egy lehetőség kiszakadni abból a hétköznapi őrületből, kiszakadni abból a, mondjuk azt, hogy ilyen ketrecből, amiben bezárjuk saját magunkat, de én mindig elmondom mindenkinek, hogy igazából a ketrecben magunkat zárjuk be, hiába akarnak betenni, nekem kell besétálni rá. Nagyon nagy lehetőség mindenki számára, hogy találja meg önmagát. Önmagát, amit én folyamatosan mondok, az nem más, mint a befele utad. Az az intuíció. Folyamatosan mostanában erről beszélek, mert érzésem szerint soha ennyire nem volt szükség a magyar embernek arra, hogy az intuíciót használja, a lélek, a szívhangját, a megérzését, mint most. A világ nem az intuíciók irányába tol senkit, hanem az elme irányában, hogy fogadd el, a programozás irányában. Az te intuíciót pedig nem más, mint a te belső hangod. Magyarul kapcsolatban vagy a teremtővel, mint mindenki. Kapcsolatban van a teremtővel, csak a teremtő hangját nem akarja senki végre megérteni. A belső hangod segít, mert ő szól hozzá, és folyamatosan tudsz kérdezni. És azért hívok mindig olyan előadókat, akik ezt az érzést tovább tudják boncolgatni, tovább tudják nyitni az ajtókat, mert én mindig azt mondom, nem tudok senki olyat, akinél azt mondanám, hogy én már mindent tudok. Higgyétek el, minden előadótól tanulok. Minden, ti is tanultok, és minden előadó is összeszed valamit, ha más nem abból a helyből, mert ösztönzi bizonyos kérdések válaszadásánál, hogy újabb információk után kutat magába. De magába, ez a legfontosabb. Az igazi válaszok, azok mindig belülről jönnek, mert tanult válasz, azt lehet módosítani. Új felfedezések, új ismeretek módos, de a belső, az intuíciód az mindig stabil, mert az a teremtőtől származik, a forrástól. Hívd Istennek, hív teremtőnek, aminek gondolod. Teljesen mindegy, mindig ugyanarról fogunk beszélni. Tudjátok, én nem se vallások, se pártok irányába nem szoktam figyelni annyira. Én azt mondom, hogy mindent a belső hanggal, és mindent a teremtővel kell kommunikálni, és akkor az elmondja, hogy kire figyelj, kire hagyj, engedd el. Szídni senkit nem kell, mert az nem a te utad. Az egy tanulási út, amíg valaki szíd valakit, az azt jelenti, hogy még valóban a szakaszban van. Amikor már nem szíd senkit, akkor rájöttél, hogy te már teremtővel tisztában beszélgetsz. Tehát a félelem, mint olyan, a forrása az a tudás hiánya. Amikor egy ismeretet összeszedsz, egy megtapasztalást valóban megtapasztalsz, akkor a félelmedet automatikusan kiírhatod. És önmagad fogod kiírni. Tehát amikor valaki keresi az útját, akkor fogadd el, nem más mutatja meg, csak elmondja, hogy arra van, de ő nem megy el helyetted. Én nekem kell végigjárni, és én megyek el azon az úton. Se tanító, se guru, se mester, se senki nem fog bemenni abban az úton, mert csak te elkísér az útig, és elengedi a kezed. Megfelelően felkészít, megfelelően ad ellátást. Szellemileg, esetleg lelkileg is, de el kell indulni az úton. És én úgy érzem, hogy a mai világ, a magyar embert teljes mértékig arra ösztönzi, hogy indulj el az ősi utadon. Vedd föl az ősi ismereteidet, szólítsd meg az őseidet, tiszteld őket, szeresd, becsüld őket, de az ő útjukon csak te tudsz elindulni. Ők már bejárták, és várnak véget. És azért hívok-e minden előadót, és mostanában nagyon komoly tematikát is rakok ebbe föl, hogy a magyar ősiséget, a magyar múltat mindenki nagyon-nagyon mélységében mondja el, beszéljen róla. Nagyon-nagyon jó gondolkodók vannak, nagyon-nagyon jó előadók vannak, és ebből próbálunk szemezgetni, próbálunk összehozni olyan időt, amivel maximálisan be tudunk töltekezni. Most a töltekezés ideje van, de amikor hazamész, akkor a cselekvés jár, indulj el azon az úton. Úgyhogy ennek a reményében hívtam meg Kalló Jenő asztrológus, én őt gondolom nem kell bemutatni, de fogadjátok nagyon nagy szeretettel, ahogy vártátok is. Thank you.
Én benneteket tapsollak. A helyzet az, hogy minden szavaddal egyetértek, és ilyenkor szokott jönni a hétköznapi beszélgetésekbe, de, nincs de, a de az ellentétes mondatot vezet be, minden szavaddal egyetértek. A de kivezeti az egyetértést. Számtalan órám után végignézem magamban, az a felemembe, hogy mit mondtam, hogy mondtam. Tehát egyfajta ilyen utólagos kontroll, és mindig rájövök, hogy hát én ezt nem is tudtam volna, tehát honnan a fenéből mondtam azt, amit mondtam. Hát ez abszolút így van. Tehát mindig. Minden más, amit az ember okoskodik, az az ego. Amikor pedig tiszta csatornák vannak befelé, ugye megbeszéltük, hogy tegeződünk, tehát amikor tiszta csatornáitok vannak, akkor nincs appelláta. Pontosan tudod. Tehát tévedhetetlenül tudod. És akkor ezt érzed is. Ez megint egy nagyon fontos dolog. Nem érted, hanem érzed. És ez sokkal fontosabb, mert az a szívből jön. Érted, az ott lehet okoskodni az elméből, az egy másik történet. Azt beszéltük meg, amikor először megbeszéltük, hogy eljövök, hogy egy körbe olyan egy órás nagyjából. Tehát nem szeretném túl bőlére és belétek folytva a szót, tehát én egy összefoglalást adnék körülbelül egy órában, és akkor utána pedig sokkal szívesebben beszélgetnék veletek bármiről. Tehát úgy lettem bemutatva, hogy asztrológus lennék. Ez egy szerep, ez megint egy olyan kérdés, hogy vajon hány évnek kell eltelnie, most ugye az egyik dolog az, hogy az időre fektetjük rá a dolgot, a másik az, hogy a minőségre. Tehát 1969-ben kezdtem el foglalkozni az asztrológiával, ami idestova, hát ha most ugye 23-at írunk, akkor az 54. évben vagyok éppen. Az oktatást ezt 1973-ban kezdtem el, tehát az pont az 50. tanévemet ropom. És olyan csodálatos szerencsém van, hogy találkoztam még azokkal a nagy öregekkel, akik akkor még éltek, és akiktől tudtam felvenni azt a tradicionális tudást, ami manapság már hát erősen higítva van jelen. Ha megengeditek, akkor egy-két általam fontosnak tartott dologgal kezdeném. Tehát legyen az első az, hogy hányféle asztrológia van, mert ugye az emberek azt gondolják, hogy hát mi az, hogy hányféle egy van, nem? Nem. Nem. Különböző kultúrák a maguk vérmérsékletének megfelelően másképp képezték le az eget. Kínában egészen másképp foglalkoznak az asztrológiával, mint idehaza. Mi az úgynevezett mezopotámiai asztrológiát, amely később egy kurflival Egyiptom, majd görög, és végül római, majd arab közvetítéssel kerül Európába. Az indiai asztrológia, ugye tudjuk nagyon jó, India és Kína, annak ellenére, hogy bizonyos értelemben szomszédok, eléggé másfajta. Két világ. Így van, két világ. Tehát az indiai asztrológia az
mondjuk úgy, hogy egy kicsit másabb, mint ami a mezopotámiai asztrológia. Természetesen, ugye azért, ha ránézünk az India, tehát egy földrajzi térképre, és megnézzük, hogy mekkora az az India, akkor rögtön látjuk, hogy hát már a dél-indiainak is gondja van az észak-indiaival, vagy az észak-indiainak a dél-indiaival. Mert kontinens. Hát egy kontinens, hát így van. Tehát egy óriási országról beszélünk, nem beszélve a domborzati különbségekről. És akkor ki ne hagyjuk, mert az egy... Ez legalább némi folyamatosság van, mert ez végig Ázsia, ugye? Tehát ha most már átmegyünk Egyiptomba, meg mit tudom én, Európába, az akkor nyilván, de végül is egy kontinensen vagyunk. A maja aszték kultúra viszont nem. És az a negyedik féle asztrológia. Tehát van egy indiai megközelítés, van egy kínai, van a mezopotámiai, babiloni, asszír, káldea és a többi, tehát ami aztán Egyiptom és a többiek. És van egy teljesen független, egy teljesen más rendszer, ez a maja aszték asztrológia. És ezért ezt pontosan tudni kell, hogy most én melyik rendszerben gondolkodom. Mert egyre vigyázni kell. Nem az a probléma, hogy négyféleképpen keressük az Istent. Biztos ismeritek azt a kedves történetet, hogy négy vakembert oda vezetnek egy elefánthoz. És megtapogatja mindegyik az elefánt valamelyik részét, és mindegyik elmondja, hogy milyen az elefánt. És mindegyiknek igaza van. Tehát, na hát körülbelül ugyanez. Tehát a világ mindenséget nézzük, vagy maja aszték szemlélettel, vagy indiai szemlélettel, vagy kínai szemlélettel, vagy ez a nagyon sokféle nemzeten átment, gondolok itt még egyszer, tehát ugye azért itt kezdetben ott voltak a sumírok, Babilon, cikkurátok, Perzsia, tehát ez egy elég egyértelmű, ugye hát ez a Mezopotámia végül is, és akkor innentől kezdve aztán ez átment Egyiptomba, majd a pitagóreusok áthozták a görögökhöz, és végül római közvetítéssel, és ugye 476-ban a római birodalomnak annyi, utána nem tudunk semmit az asztrológiáról. Tehát ott van egy nagyon komoly sötét folt Európát illetően, tehát a Rómában, Rómában nagyon komoly asztrológiai élet volt, oly mértékben, hogy például volt olyan Cézár, aki annyira féltékeny volt, hogy más ne tudhassa ezt a tudást, hogy minden asztrológusát megölette. Vagy számüzette. Például Septimus Severus. Az a helyzet, hogy ezek után az arabok közvetítésével kerül vissza, tehát jól lehet követni, hogy a mórok, Spanyolország, Toledo, és majd onnan kerül vissza ismét Európába. Egy dolgot azonban most nagyon-nagyon fontos megjegyezni, mert rengetegen nem tudnak róla, és ezért mindenféle butaságot beszélnek. A római katolikus egyház az első pillanattól kezdve halálosan komolyan vette az asztrológiát. És innentől kezdve rögtön annyira komolyan vette, hogy a 12 apostol a keresztény művészetek lexikona első oldalán rögtön úgy van ábrázolva, mint kos, bika, ikrek, rák, hiszen 12-en vannak, nem véletlen. Leonardo da Vinci utolsó vacsora festménye, az balról jobbra a 12 állat övi el. Van egy picurka kis idézőjelbe hiba, hogy a szűz az nem egy férfi. És ott áll Jézus mellett, ami önmagában nem bűn. És hogyha megnézzük, ugye hát
Vannak az elfogadott evangéliumok, és vannak a nem elfogadott evangéliumok. Ezeket ugye apokrif evangéliumoknak, köszönöm szépen, hogy segítettél, apokrif evangéliumoknak nevezik. Mondanám, idézném Fülöpnek az egyik evangéliumi részletét. Féltékenyek voltunk rá, mert őt másképp csókolta meg, mint minket. Én meg azt mondtam, hogy hála Isten. Most már ebben a helyzetben, amiben van a világon, azt kell mondani egy ilyen olvasmánynál, hogy hála Isten. Tehát Jézus a nőket szerette. Elvisszük meg a nevét is, Mária Magdaléna. Mária Magdaléna, hát ez nem kérdés, szerintem mindannyian tudjátok, tehát ez a nyílt titok, tehát mindannyian tudjuk. Meg is apokrif. Igen. Na most, hát, hogyha már itt az egy, hát kapaszkodjatok meg, körülbelül 10 pápa írt enciklikát az asztrológiáról. Volt olyan pápa, aki maga asztrológus volt. És még valamit, Európában hányan tudtak olvasni? Hát szerintem abszolút tudjátok a választ, de azért egy költői kérdés. Ki volt az, aki mondjuk Krisztus utáni 4., vagy 5., vagy 6., vagy 7. században olvasott? A papok. Hát ki más? Éppen ezért, aki az asztrológia szekerét tolta jó néhány évszázadon keresztül, az a katolikus egyház volt, és annak a papjai. Éppen ezért nem véletlen, hogy már Szent Ágoston maga is asztrológus volt. Krisztus utáni 4. századnál tartunk. És lehet tovább menni, mert egymás után látjuk azt, hogy hát, na de ki más vitte volna tovább? Matematikai tudás is kellett hozzá, és írni, olvasni is illett. Márpedig akkor tájt ez az egyszerű, mindegy, nem szeretném becsmérelni a földet művelő embereket, de hát azok nem olvastak és nem írtak még akkor. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos része ennek az egész dolognak. Az egyház az mindvégig kapcsolódik az asztrológiával, ma is. Jó néhány magyar pap, akikkel kapcsolatban voltam, nemhogy nem zárkoztak el tőle, hanem pont az ellenkezője. De mondanék, mert ez a legszebb az egészben, ez a csúcs, mert ez ténykérdés, ott voltam, láttam. Dr. Dubravszky László, aki a Györffy László hadbíró ezredes tanítványa volt, az 1950-es évek elejétől dr. Előd István atyával, aki a papnevelő intézet vezetője volt, és van egy ilyen szép vastag könyve, ami azt jel, az a címe, hogy katolikus dogmatika. Na, Előd atya asztrológus volt. És minden héten pénteken, onnan tudom, mert elkísértem a Laci bácsit, ezek a drágák asztrológiáztak. Az összes kispapnak megcsinálták a horoszkópját. Csak azért mondom, mert jönnek időnként, hogy az egyház és az asztrológia, és akkor idézik az Ószövetségből azt a részt, amit Mózes mond, de erre megint azt kell mondani, ha visszamegyünk a történelembe, ha egy nép a saját identitását mindenféleképpen szeretné megkülönböztetni, könyörgöm. A zsidók, hol Egyiptom fennhatósága alatt, hol Babilon fennhatósága alatt léteztek, mindkettő asztrológiai nagyhatalom volt. De aki egy picit utána néz a zsidó kabalának, az tudja nagyon jó, hogy ők sem voltak függetlenek az asztrológiától. Tehát ez egy etetés. Van azonban egy társaság, akik eléggé elzárkóznak az asztrológiától, elmondom ennek is a hátterét. Ők a reformátusok.
Tudnélik, amikor Luther Márton megszületett, 6 bolygó volt a Skorpióban, és 3 egymástól független asztrológus azt mondta, hogy most születik meg az Antikrisztus. Tehát most gondolj bele, hogy Luther Márton ezek után mennyire szerethette az asztrológiát. Hát őt 3 asztrológus le Antikrisztus hozta, és bocsánatot kérek, az asztrológusoknak nem volt igazuk. Luther Márton elért egy egyházszakadást, nem? Hát nem volt egyházszakadás? Hát volt. Hát végül is. Tehát ha azt mondom, hogy Krisztus egyháza egyszer csak és utána vallásháborúk özöne. És egymást pusztították a reformátusok és a katolikusok. Hát ugye erről most megint lehetne történelemórát tartani, de nem ezért jöttem ide. Úgyhogy visszatérnék tehát akkor az asztrológiának ugye van 4 irányultsága, és akkor most gyorsan hadd mondjak egy másik fontos dolgot. Abban az időben, amikor a görögök, hát rengeteget, tehát azt lehet mondani, hogy a mai asztrológiának is az alapját nagyjából az 5.-6. század környékén tették le a görögök az időszámításunk előtt. Tehát durván 2500-2600 évvel ezelőtt. És ezt azért hangsúlyozom, mert abban az időben a kétféle rendszer, csillagászati értelemben kétféle rendszer, az egybeesett. Ez azt jelenti, hogy akkor a tavaszpont mögött a kos csillagkép volt látható. És ezért a kétféle rendszer nem okozott problémát, mert egybevágtak. Csak a precesszió, ez az úgynevezett igen lassú tovahaladása a föld tengelyének, ami több mint 25.000 év, ez azt jelenti, hogy most például a tavaszpont mögött a halak látható csillagképileg. Tehát 30 fokkal eltolódott a két rendszer. Igen, de az asztrológia, amit a görögök is követtek, és volt egy időszak, amikor az indiaiak is ezt követték, ezt onnan tudom, hogy a kezembe került Vaharani Hira, nativitás tanának a tankönyve, ahol egyértelműen le van írva, hogy ugyanezt a rendszert követik, ez pedig nem más, mint az úgynevezett trópikus zodiákus. Tehát magyarul, amikor arról van szó, hogy csillagképek, vagy zodiákus, akkor tudjátok, hogy az nem azonos. Nem azonos. Mindegyik szimbolikus, mert hogy a földről nézve én fiastyúknak látom, vagy Orionnak nevezem, ez hót mindegy. Vagy nagymedvének, vagy göncölszekérnek, szimbólumokról beszélünk. Tehát az, hogy csillag, mitől nyilas a nyilas? Hát azért, mert én oda látok egy ilyet. Tehát magyarul én, mint ember, belevetítek csillagok egyébként különböző fényévnyi távolságra elhelyezkedő csillagok, azok számomra egy úgynevezett ilyen csillagképet adnak ki. De hát ez egy szimbólum. Most, amikor egybeesett a tavaszpont, a görögök felosztották a látszólagos nappáját, amit ugye ekliptikának nevezünk, egyenlő 30 fokos szakaszokkal. Nagyon fontos, hogy azt mondjuk, hogy egyenlő, mert a csillagképek nem egyenlő 30 fokosak. És az asztrológia rendszere megmaradt az úgynevezett zodiakális rendszernél, vagy tudományosabban fogalmazva a trópikus zodiákusnál. A másikat, a csillagképek rendszerét, azt sziderikus zodiákusnak nevezik. Tehát a ma Európában foglalkozó nagyszámú asztrológus, Amerikában, Dél-Amerikában, stb. Mindenki az úgynevezett
trópikus zodiákussal foglalkozik. Indiában nem, ők a sziderikussal foglalkoznak. Na most tisztázzunk valamit. Az asztrológia az asztrológia. Minden másféle elnevezés az nem az asztrológia. Tehát, hogy valaki kitalál egy másik nevet, elkereszteli, az egy nagyon jó PR, de nem asztrológia. Tehát nincs ilyen. Már csak azért sem, mert az asztrológia az megint két szó összetételből jön létre. Az asztra, az csillagot jelent. A logosz az azt a tudást jelenti, ami valójában az isteni tudás. Tehát az asztrológia az a csillagok általi isteni tudást jelenti. És, hogy gyorsan alátámasszam, ez a gondolat egy negyedik századi római asztrológustól, aki 8 kötetet írt az asztrológiáról, úgy hívják, hogy Firmicus Maternus. Ez a Firmicus Maternus azt mondja, akkor ugye gondoljatok bele, negyedik századnál tartunk, akkorra már a rómaiak államvallásává vált a kereszténység. Akkor már nem az oroszlánok elé haigálták őket, hanem akkor már elfogadottá vált. És mit mond Firmicus Maternus? Isten a csillagokon keresztül mutatja meg a szándékát. Ez le van írva az ő könyvébe, és ennek következtében, hát mondhatjuk azt, hogy valójában a negyedik századtól ez teljesen átment, hogy Isten a csillagokon keresztül közli. Most ez azért aranyos, mert ha visszamegyünk egy csodálatos lényhez, akit hívhatunk megváltónak, meg hívhatunk hétköznapi embernek is, egyszerre volt mindkettő, Jézus Krisztus azt mondta, hogy jelek lesznek az égen, a napban, a holdban, a csillagokban. És kiválasztott 12 tanítványt, nem véletlenül. És ha már Jézus Krisztusnál tartunk, és az asztrológia kapcsolatánál, akkor elmondanám, mert ez is egy csodálatos dolog, és hát most bocsánatot kérek, tudom, hogy mindjárt gyertyaszentelő lesz, de most, ma, még szombat van, holnap a vízkereszt utáni utolsó vasárnap van. Tehát a vízkereszt időszakában vagyunk, ha a régi magyar és keresztény hagyományokat figyelembe vesszük. Ugye gyertyaszentelőnél már a karácsonyfák le vannak bontva, az már onnantól a gyertyaszentelő boldogasszony. És készülünk a nagyböjtre. De az egy másik történet. Most még ott tartunk, hogy a vízkereszt utáni utolsó vasárnapnál járunk, és ezért teljesen jogos, hogy én egy kicsit előhozom Jézus születését jelző csillagot, ami minden valószínűség szerint a Jupiternek és a Szaturnusznak az együttállása volt. Az egy külön érdekesség, hogy ez nagyjából a Krisztus előtti 6. és 7. évben történt. Tehát ezek szerint Krisztus születése és a mi időszámításunk az úgy nagyjából 6-7 évvel eltér a valóságtól. És hagy mondjak valamit, mert ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a történetben azt olvashatjuk, hogy bölcsek jöttek napkeletről, de az eredeti szövegben, ugye az eredeti szöveg az arámi lett görögre fordítva, ógörögre. Az ógörög szövegben úgy szerepel, hogy mageios, azaz mágusok jöttek napkeletről. Na most hát nem nagyon kell, ránéz az ember a térképre, rögtön látja, hogy ezek vagy perzsák voltak, vagy babiloniaiak, vagy pártusok, de semmi esetre sem, mindegy, most nem menjünk bele. A lényeg a következő,
Egy másik nagyon fontos dolgot, tehát ez olyan szép, kedves, naív történet, tehát ott áll az ember mondjuk a egyik ilyen félreeső oltárnál, ahol mondjuk ki vannak rakva ugye a három király, stb. Hát először is nem tudjuk, hogy hányan voltak. Mágeios többes számot jelent, tehát mágusok jöttek napkeletről. A másik, az Isten szerelmére ne tévedjünk, autók nem jártak ekkortájt. Ha ezek azt, hogy mennek el Heródeshez? Bocsánat. Ez még a, ami visszamaradt. Hazajött az unoka, oviból, megajándékozott minket egy jó kis... Jó. Szóval a dolog lényege, hogy azt mondja, hogy Heródeshez oda mennek, és azt mondják, hogy láttuk csillagát napkeleten. Köszönöm szépen. Egy tündér vagy. És hát most innen induljunk el. Tehát ezek látnak egy olyan égi jelenséget, amire olyan lázba jönnek, hogy úgy érzik, hogy nekik most azonnal menni kell. Abban az időben is, ugye eleve, ha végignézzük, Sejem út, meg ilyenek, hát ott karavánok közlekedtek, könyörgöm. Tehát ne tévedjünk, ha két mágus volt, a három, ha négy, teljesen mindegy, hogy hányan voltak, többen voltak, akkor sem sétáltak egyet a sivatagba, ami nem volt veszélytelen, hanem felszerelt, tehát pénzt áldoztak arra, hogy felszereljenek egy karavánt, és azt is gondolhatjuk, hogy az ajándékokat, azokat tevék vitték. Tehát nem az, hogy most akkor az aranyat itt egy ládikóba viszem én, a izé meg viszi a mirhát, a harmadik meg a tömjén. Ugye ez is egy ilyen aranyos dolog, tehát hogy három ajándékot vittek, hát nyilván hárman voltak. A tevék? Vagy na, szóval most viccen kívül nem tudjuk. Sokkal egyszerűbb lenne ezt mondani, nem tudjuk. Azt vetítünk bele egyébként, amit akarunk. Tőlem lehet Szerecsen király is, az a szerencsétlen. Ne, most meg József Attila segítségével aztán még nevet is adunk neki. Ez mind nagyon szép, meg mind nagyon jó. Minden esetre a kereszténységben a három ajándék miatt a három királyok ünnepévé vált ez a történet. Nincs ezzel semmi baj, hát oké, legyenek hárma. Viszont ők nem abból a nemzetből származtak, amiből Jézus. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, ha visszagondoltok Jézus történetére, ki ismeri el Jézus Krisztusnak abbeli jelentőségét, amekkora jelentősége volt? Soha senki más, mint az asztrológusok. Csak ők tudták, hogy ki született itt meg. Senki más. Heródes az rögtön összefogadta a gyerekeket, és két éves korig mindet kivégeztette, hogy nehogy véletlenül is az ő hatalmára törjön valaki. A zsidók keresztre feszítik. Tehát senki nem tudta valójában, hogy ki volt ő. Majdnem azt mondanám, még a legnagyobb ebből a történetből az a százados, aki azt mondja, hogy beteg a szolgám, uram, tégy valamit. És mondta Jézus, hogy hát most itt vagyok, még most nem tudok, de majd elmegyek. Nem, nem kérem, hogy elgyere. Elég, hogy csak annyit mondj, hogy meggyógyul a szolgám. És akkor a Jézus odaáll a környezetéhez, és azt mondja, látjátok, azt mondjátok, hogy ők a pogányok, hát nagyobb a hite, mint itt nektek együttvéve. Hát érdekes dolog ez, ugye? Hát és aztán ezt mi is ismerjük, jó kis magyar közmondás, saját hazájában senki sem profit. Mintha ezt mi tudnánk valahonnan, valamiért, csak nincs valami közünk Jézushoz.
Mert nekem az a véleményem, hogy van. De a lényeg egyedül a mágusok, akik hát kiket hívtak akkor mágusoknak? Hát természetesen az asztrológusoknak. A mágusok nem nézték a csillagos eget, hanem foglalkoztak asztrológiával. Tehát az asztrológia és a mágia az összetartozott korabeli időszakban a négy szent tudomány, ha a zsidók szent tudását, a kabalát is ide vesszük, a négy szent tudomány, az alkimia, a mágia, a kabala, és mindennek az időminőség tudója az asztrológia. Ez volt a négy szent tudomány. Tehát, ha ma megnézünk egy horoszkópot, visszatérek ide, akkor az a horoszkóp a trópikus zodiakális rendszerben van felállítva. No, menjünk tovább. Egy nagyon fontos dolgot még szeretnék mondani. Ez a nagyon fontos dolog, csinálnak-e velünk valamit a csillagok vagy a bolygók? Semmit nem csinálnak velünk. Tehát ez megint egy tévtanítás. Kedveseim, 2000 évvel ezelőtt létezett nagy valószínűséggel egy személy, de ezt se tudjuk pontosan, mert lehettek ezek többen is, és egy név alatt írtak. Ezt az urat vagy urakat úgy hívták, hogy Hermes Trismegistos. És annyit kell róla tudni, hogy 2000 évvel ezelőttről fennmaradt egy smaragdtábla, 13 pontban mondja el az ókori tudás összegzését az a smaragdtábla. Nem szeretném most az időtöket húzni a 13 ponttal, csak az elsőt mondom el. Mert minket most az asztrológia szempontjából ez érdekel. Azt mondja Hermes Trismegistos, hogy minden, ami fenn van, az ugyanaz, mint ami lenn van, és viszont. Ez az első. Vagyis ez azt jelenti, hogy amikor te vagy én megszülettünk erre a világra, az az időminőség, amit az égről le lehet olvasni, az vagy te. Tehát te személyesíted meg azt az időminőséget. Te magad vagy. Tehát amikor azt mondjuk, hogy hát a Jupiter meg mit tudom én, a Merkur az kvadrátban volt egymással, ez te vagy. Te vagy a Jupiter-Merkur kvadrát. Te vagy a nap, mit tudom én, Pluto opozíció. Te vagy a Uranus trigon Mars. És így tovább. Tehát minden, ami abban a horoszkópban van, annak te vagy a megtestesült valóság. Tehát ha az a kérdés, hogy ki okoz neked és mit, arra egyetlen válasz van. Mindent te magadnak. Hogy ezt miért lehet nagyon utálni? Mert ez azt jelenti, hogy felnőtté kell válni, és felelősséget kell vállalni önmagunkért. És ez bizony, hogy mondja Babits Jónásra, azt mondja, Jónás rühellé a prófétaságot. Én meg azt mondom, hogy az emberek nagy többsége rühellé a felelősséget. Tehát itt erről van szó, ez ennyire egyértelmű és ennyire tiszta. Tehát mi mind annyian élővé teszünk egy konstellációt, egy égi helyzetet. Érthető mindenki számára, amit mondok? Tehát ebből következik, hogy jaj, hát azért rossz most az én helyzetem, mert a Mars az támad engem. Szegény bolygót fönn az égen. Ő esküszöm, hogy nem csinál veled semmit. Természetesen figyelembe kell azt vennünk, hogy a középkor emberi gondolkodásában megvolt ez a fajta gondolkodás, és most hadd ugorjak egy nagyot, bár ez már nem is középkor, ez már a kora újkor.
Az urat úgy hívják, hogy Jean-Baptiste Morin de Villefranche. Ez a Jean-Baptiste Morin de Villefranche, ez 13. és 14. Lajos idejében volt asztrológus, és Richelieu nagyon hamar rátette a mancsát, szabadjon így kifejezni magam, és onnantól kezdve Morennek nem volt maradása. Na, két dolgot hagy meséljek el ezzel kapcsolatban. Az egyik egy kedves anekdóta, de ez igaz, ez így történt. Calais-nál vagyunk, tudjátok, az az a hely, ahol az angolok és a franciák állandóan harcolnak egymással. Richelieu is ott van, és ágynak dől. De Richelieu abban az időben már Morent állandóan használja, úgyhogy rögtön szalajt Morenért, hogy na most mi legyen, mert neki Párizsba kell menni. Calais, Párizs, jó kis táv most is, hát még régen lovaskocsival. Morin azt mondja, hogy nem hagyhatod el az ágyat. Erre Richelieu ácsoltat magának kerekeken guruló ágyat, és lovak vontatják a kerekeken guruló ágyat Párizsba. Kényelmes ember volt, nagy ágyat ácsoltatott, nem fér be a palotájának a kapuján, de Morin azt mondta, hogy ő nem hagyhatja el az ágyat, ezért a palota kapuját bontják ki, hogy beférjen az ágyjal. Esküszöm. És mielőtt még azt mondjuk, hogy ez egy hagymázas őrült, bocsánatot kérek, tessék ránézni az akkori francia politikára, Richelieu igencsak, hát hogy is mondjam, csak jó helyzetbe hozta Franciaországot. De Jean-Baptiste Morin de Villefranche volt a háttérben. Eldugták őt 14. Lajos születésekor ott a szülőszoba mellett, hogy ahogy meghallja a hangját a kis trónörökösnek, azonnal csinálja meg rá a horoszkóp. Tehát ez volt Richelieu, aki egyébként a párizsi Sorbonnak volt a matematika, orvos és asztrológia professzora. 26 kötetben írta meg az Astrologica Gallicán keresztül mindazt, amit ő az asztrológiáról gondolt és tudott. És hogy jutott eszembe a neve, ugye az előbb azt mondtam, hogy a Mars mit csinál velem, na, Richelieu, vagyis pontosabban Morin halálát megelőzően a következő feljegyzés marad ránk. Az elkövetkezendő, idézem Morint, az elkövetkezendő két hétben a bolygók annyira támadnak, hogy az ebből való megmenekülésem lehetetlennek látszik. És két héten belül meghal. De azért így fejezi ki magát, hogy a bolygók annyira támadnak. Tehát nyilván mindannyian, akik valaha foglalkoztunk az asztrológiával, tettünk hozzá akár asztrológiai megfigyeléseket, akár filozófiai gondolatokat, és így fejlődik ez a mai tudás. Már csak az a kérdés, hogy mit tudunk, hogy honnan származik az asztrológia, mert nem tudjuk, hogy honnan származik. Elmondanám, hogy a jelenlegi legöregebb régészeti lelet a Kaukázus egy barlangjából került elő, és a régészek megállapítása szerint Krisztus előtt a 8. évezredből származik. Egy horoszkóp ábrázolás kőtábla. Vagyis ez azt jelenti, hogy innen számítva 10 000 éves. Mondjatok egy olyan tudományt, amely 10 000 éves. Fizika, matematika, bocsánat, matematika. Álljunk meg egy pillanatra. A görögök idején, ahol már nagyon komoly matematikai felkészültséggel számolták a csillagokat és a bolygókat, abban az időben Thalészt meg a többieket, akik mind foglalkoztak asztrológiával, matematikusoknak hívták. Tehát abban az időben az asztrológust matematikusnak hívták. Miért? Mert a szférikus trigonometriai számítás a legfelsőbb matematikai számítások közé tartozott. Ennek következtében onnan jön az a elnevezés, hogy a királyi út. A királyi út volt a matematika. Igen, de a királyi út
Az eredetileg az asztrológia volt, mert a matematikus volt az asztrológus. Tetszik érteni? Tehát amikor ezt a szót meg, vagy ezt a kifejezést meghalljátok, hogy a királyi út, akkor mindig gondoljatok arra, hogy ez nem a, az ténylegesen nem a matematika, hanem az asztrológia volt. Borzasztó, hogy mennyire, ugye nem, hogy mondjam, kinek lett volna érdeke, hogy átmentse az asztrológiát, mikor az asztrológiát az utóbbi évszázadokban, amennyire lehetett, megpróbálták háttérbe szorítani, hülyeségnek kikiáltani, áltudománynak, stb. Mondanék, nem akartalak benneteket sok évszámmal megterhelni, de azért egyet mondanék. Itt Európában minden egyetemen volt asztrológia tanszék. Az utolsó európai egyetem, ahol tanszéke volt az asztrológiának, 1808 Erlangen, Németország. Ez volt az utolsó hivatalos asztrológiai tanszék. Azóta nincs Európában. Most, hát persze, most kitalálhatjuk, hogy csinálunk egy magánegyetemet, vagy mit tudom én, de az nem egy elfogadott. Tehát tudományos értelemben az utolsó hivatalos egyetem Erlangen, ahol 1808-ban volt az utolsó évfolyama az asztrológiai tanszék. Azt megelőzőleg pedig... Hát, az még tiszta volt? Az még rendben volt. A németek egyébként nagyon sokat hoztak magukkal azóta is. Tehát Németországban azt lehet mondani, hogy szinte hozzátartozik a mindennapi élethez az asztrológia. Tehát a németek ezt nem igazán hagyták háttérbe, és aztán utána, hagyd mondjak egy, ha már itt egy picit így a történelembe belementünk, nem kell túl sokat várni, és az angol szászoknál egy Ellen Leo nevezetű ember, asztrológus, megír egy többkötetes könyvet, és Angliában ismét visszakerül az asztrológia egyfajta fontos helyzetbe. Ez az 1800-as évek végén van, és megalakítják az angolok az angol asztrológiai társaságot. És aztán egy Béli nevezetű angol asztrológushoz elmegy egy Friedrich Schwickert fregatkapitány, egy német, és megtanulja tőle az asztrológiát, majd utána veszi a fáradtságot, és előveszi Morennek a 26 kötetes asztrologika gallikáját, és utána Schwickert ebből szemelvényeket közöl a 4 kötetes könyvében, amit az asztrológiáról ír. Györfi László hadbíró ezredes, amikor már elkezdtünk egy kicsit beszélgetni, akkor már említettem nektek az ő nevét, és Rechnitz Kurt, akik akkor jó barátok voltak, meghívták Friedrich Schwickert fregatkapitányt Magyarországra, hogy tanítsa őket asztrológiára. Tehát valójában a vonal az úgy néz ki, hogy Béli, Schwickert, Györfi, Dubravsky, Kaló. Most itt tartunk. És az összes tanítványom folytathatja a sort. Hát ez most így, tehát hogy is mondjam, az örökletesség ezen a szinten így működik. Tehát van egy kedves történet itt is, rengeteget szivarozik Schwickert, és azt mondta a Györfiné, hogy figyelj ide, vagy Schwickert, vagy én. És akkor a Rechnitz meg a Györfi béreltek neki a belvárosban egy lakást, és oda jártak hozzá tanulni, mert a Györfiné nem bírta elviselni a szivarfüstöt. Úgyhogy azt mondta, hogy vagy Schwickert, vagy én. Ezt pedig én onnan tudom, ugye, hogy Dubravsky Lászlóval az élete utolsó 20 évében mi összejártunk, és hát Laci bácsi meg a Györfinél tanult, tehát így ezeket a történeteket még egyenesbe kaptam. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindazt, amit úgy elszerettem volna nektek ezzel kapcsolat, de én úgy szeretném, hogy inkább mire kíváncsiak ezek a drága hölgyek és urak.
Beszélj egy picit, akkor már említetted Jézust, hogy te asztrológusként szerinted ki volt? Úgy sem mondják meg soha. Akkor most te próbálj. Hogy ki? Ki volt Jézus, honnan származhatok? Amit Jézus nem... Krisztus? Uh-huh. Én megmondom őszintén, hogy nem hökkentem meg azon, amikor Badinyi Jós Ferenc Jézus könyve a kezembe került, ugyanis ha ránéztek azokra a Jézus ábrázolásokra, amelyek általában közkeletűekké váltak, hát sokkal hihetőbb a pártus vonal. Aztán egy másik izgalmas kérdés, mert ez is történelmi tény, nem egy Betlehem volt, hanem kettő. Úgyhogy, hát itt vannak érdekességek. És hol volt a másik? Tessék? És hol volt a másik? Mi volt a másik? Nagyon kérdés. Hát én szerintem a másik, hát az egy pártus területen volt. Hát ez nem kérdés. Hát ugye Badinyi az odáig megy, hogy kijelenti, hogy Jézus egy pártus herceg. Vagyis a második. Nos, végül is itt én azt mondanám, hogy nyilván nem kell nekünk tehát hitkérdés ez az egész. Mindenki azt hisz, amit akar. Viszont azon azért érdemes elgondolkozni, hogy Claudius Ptolemaios, aki Krisztus után 150-ben megírja a Tetrabiblos című művét, ahol kora ókori asztrológiájának egy összefoglalását teszi közkincsé, sajnos ugyanis ezek után azért nem jutunk hozzá az igazi ókori asztrológiához, mert az alexandriai könyvtárról történik, ami történik, azaz, hogy felgyújtják. Megkirabolják. Hát, utána felgyújtották. Persze, és amit még esetleg Irakban meg lehetett volna találni, azt megoldották a bombázásokkal az amerikaiak. De az most Washington. De most maradjunk egy kicsit még a témánál, mert van egy nagyon fontos megállapítás. Ugye a mundán... Ja, ó, hát ez egy lényeges rész. Ugye. Krisztus előtti 5., 6., de mondjuk a 9. évszázadig mehetünk vissza, ahol elkezdenek foglalkozni az egyének horoszkópjával. Tehát a görögök indítják el ezt az úgynevezett, ma angolul úgy mondják, hogy natal astrology. Tehát a születési horoszkóp. Előtte a kutyát nem érdekelte, hogy Buga Jakabnak milyen horoszkópja van. Tehát csak azért mondom, mert itt is jönnek, hogy az asztrológia meg a politika hogy férnek össze. Az első évezredet megelőző évezredekben az asztrológia és a politika az teljes mértékben összefonódott. Éppen ezért országoknak léteztek horoszkópjai, meg csatáknak léteztek horoszkópjai, és még egyszer mondom, az egyének horoszkópjai nem léteztek. Nem volt ilyen. Nem foglalkoztak az egyénekkel. Tehát a görögöknél alakul ki ez az úgynevezett egyéni asztrológia és egyéni horoszkóp. Előtte nem volt ilyen. Mihez akarok kiukadni? Claudius Ptolemaios leírja, hogy az ókori tudás szerint a Kárpát-medence a nyilas jelébe tartozik. Na most, a nyilas csillagkép és az ikrek csillagkép között húzódik a tejútrendszer. Ki is jár arra felé? Mert Erdélybe tudják? Csaba királyfi, ugye? Na most, a nyilas jelnek az uralkodó bolygója a Jupiter, a főpap.
Tehát a magyarság az magával hordozza, magában és magával hordozza az ősi istentudást. És igazában véve az őseink, azok ránk hagyományozták ezt a tudást, itt pusztán csak arról van szó, hogy se hal, se lát dömötör, lehúzza-e maga elé a szemellenzőt, vagy elkezd befelé figyelni, és akkor rögtön értelme van annak a szónak, hogy lélegzett. Mert hogy Isten lélek. És hogyha a Mózesi Teremtés könyvét olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy Isten a formába beleleheli a lelkét. A formába beleleheli a lelkét. Úgyhogy itt mi mindannyian át vagyunk lelkesülve. És gondoljatok bele, hogy mit jelent a magyarban az, hogy amikor lelkes vagy. És attól a pillanattól kezdve, hogy a gyerek felsír, onnantól lelkes, és amíg egy utolsót nem hörög, addig lelkes. Tehát valójában te kitől vagy élő? Az Istentől. Isten lelke ott van benned. Veled van. Hogy mondja, és ugye itt megint Jézusnak értelmet nyernek a mondatai. Veletek leszek az idők végezetéig. Elég nehéz ezt elképzelni, mert mi az, hogy az idők végezete? De hát ő azt mondta, hogy veletek leszek az idők végezetéig. Hát akkor most miről beszélünk? Egy másik alkalommal meg azt mondja, hogy én és az Atya egyek vagyunk. Most bocsánatot kérek, soha egyetlen egyszer nem állítja Jézus Krisztus, hogy ő Jézus Krisztus és az Atya egyek, csak annyit mond, hogy én és az Atya egyek vagyunk. Melyikünk nem tudja azt mondani, hogy én és az Atya egyek vagyunk? Tehát Jézus Krisztus példamondatokat hagy ránk az utókorra, hogy ezt vállaljuk fel, hogy mondjuk ki. Amikor oda megy a házasságtörő asszonyhoz, nem azt mondja, hogy én Jézus Krisztus nem ítéllek el, csak annyit mond, hogy én sem ítéllek el, de menj és többet ne vétkezz. Nem hiszem, hogy Jézus valaha használta a bűnszót. A vétek szót azt annál inkább el tudom képzelni. Már csak azért is, mert gondoljatok arra, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy megszületünk, addig a pillanatig, amíg élünk, egy folyamatnak, idő értelemben, idő lefolyás függvényében egy folyamatnak vagyunk részesei. És képzeljétek el, hogy 25 ezer év alatt ugyanaz a konstelláció nem ismétlődik meg. Vagyis soha semmi még tehát a jászd újra szem, az jól hangzik, de valójában ilyen nem létezik. Mert az az időminőség soha nem jön vissza, ami tegnap volt. Ennek viszont mi a következménye? Miért siratod a tegnapot? Már elmúlt. Mit aggódsz az elkövetkezendő? Még nincs itt. Légy jelen. És ennyi. És igazában véve az a döbbenet, hogy amikor én ezt általában magyar embereknek mondom, látom a szemükből, hogy tudják, hogy miről beszélek. Na jó, de mi nem is mondjuk azt, hogy helikopterek vagyunk. Mert manapság, hát én magam láttam egy angol újságból, egy hölgy nyilatkozik, hogy ő helikopter. Oké. Az a szomorú, hogy pszichoterápiával foglalkozom 43 éve, tehát számomra ez az ember nem, tehát teljesen mindegy, hogy helikopter, vagy mit tudom én, tűzoltóautó, súlyosan identitás zavaros ember.
Tehát ne keverjük már össze a szezont a fazonnal. Tehát a végén eljutunk oda, hogy az lesz a jó, hogyha minél több beteg emberre mondjuk azt, hogy az az egészséges, és aki meg egészséges, az a hülye. Miből gondolod azt, hogy ő ember? Hogy már ember? Jó, hát ez most egy újabb kérdés. Ugye? Mit a válasz? Miből gondolod? Na mindegy, szóval... Úgyhogy kedveseim... Várjál, meg kérdezzük valamit. El tudjátok azt képzelni, hogy ti egyedül vagytok? Soha. Soha. Veletek leszek az idők végezetéig, mondja Jézus Krisztus. Mondd a kérdést. És, igen? Én nem tudom, ha szabad kérdezni. Én nem szeretném... Hát hogy ne lenne szabad? ...kérdezni, hogy amit mondott, hogy a Leonardo festménye a 12 tanítvány közül, aki nem férfi. Ott áll Jézus mellett. Így van, asztrológiai szempontból, bolygó szempontból, ha kifejteni, hogy ki... A szűz. Milyen szerepe van a 12 tanítvány körében, milyen szerepe van Jézus életében, összekapcsolható-e a mai időkkel, aktualitás szempontból, összerint mit jelent, illetve a magyarságnak a szorságot. Mondd el a sok kérdést, mert nem fogják tudni. No, ez egy kérdésben volt sok kérdés. Tehát kezdjük az elejétől. Én még egy dologra szerettem volna felhívni a figyelmet, mielőtt, tehát nem baj, ha egy kicsit kitágítjuk a tudatunkat, és hátrébb megyünk az időben, és ez a hátrébb menés, ez azt jelenti, hogy mondjuk legalább a negyedik évezredig. És megnézzük, hogy ekkortájt Indiában mit gondoltak az emberek Istenről. A hinduk számára Isten Brahma néven vált ismerté. És mit tanítanak a hinduk? Hogy Brahma úgy teremti a világot, hogy kilélegzi, majd úgy szünteti meg, hogy belélegzi. Tehát ismét megjelenik a lélegzés, mint gondolat, és innen már csak a sejemútban kell gondolkozni, és akkor egy pár évszázaddal, évezreddel később valaki mások is átveszik ezt a gondolatot. De ez előbb volt. A védák előbb voltak, mint a Szentírás. A Bhagavad Gita 5000 évvel ezelőtt íródott. És abban az a beszélgetés, amit Arjuna és Krishna lefolytatnak, eléggé egyértelmű. Én számtalanszor használtam a kettőt együtt, hiszen amit Jézus mond, és amit Krishna mond Arjunának, teljesen szinkronban van. Csak itt akkor megjelenik egy olyan kérdés, hogy na jó, de a hinduk számára létezik a reinkarnáció. A kereszténység számára nem létezett? De a kereszténység számára is létezett. Hajmeresztő az a történet, ahogy a kereszténységből ezt az egészet kivágják. Volt egy főpap, akit úgy hívtak, hogy Origenész. Abban az időben a kereszténység erőteljesen kapcsolódott még a gnosztikus és esszénus szemlélettel és szellemiséggel. Viszont akkor már kezdett az egyház két lábon állni, 4.-5. század Krisztus után. Niceai konstanci zsinatról beszélünk. És van egy bizánci uralkodó, és annak van egy elképesztő feleség, aki, hát mit érdekel engem, hogy ön milyen erkölcsi életet élt, nem túl sima volt az erkölcsi élet, de tudni kell, hogy ez Bizánc. És a római egyházatyák meglettek fenyegetve,
Mi ezt a tündérhölgyet, ezt megörökítettük. A Kikuti víznek ő adja a nevét. Teodóra. Tiszteljük. Annyira tiszteljük, így van. Így ad szavait. Hát ma úgy kültelk és stílusban azt mondanák, hogy ez a nő egy büdös mindegy. Ez volt. De óránál fogva vezette a férjét, és az volt a lényeg, hogy megmondták a római egyházatyáknak, hogy ha elmernek jönni, akkor nem biztos, hogy hazaérnek. Ezért úgy lett a zsinat megrendezve, hogy hát most gondoljatok bele, a bizánci főpapok meg hatalmi szempontból egyértelmű, hogy hova kellett, hogy tartozzanak, és akkor ez a nő elérte, hogy Origenészt kiátkozzák, és vele együtt az egész reinkarnációs gondolatmenetet. És akkor amennyire lehetett, megpróbálták ezt kifésülni a Szentírásból, és persze teljes joggal kérdezitek meg, hogy na jó, de aztán Bizánc és Róma egyházszakadása ugye nyilvánvaló, miért nem korrigálták ezt a római egyházatyák? Hát azért, mert abban az időben már az egy kimondott tétel volt, hogy hit és erkölcs dolgában a pápa tévedhetetlen. Tehát magyarul, ha ők ezt újraírták volna, akkor ezt fel kellett volna áldozni, márpedig azért ez évszázadokon keresztül nagyon nagy erőt képvisel. És akkor menjünk tovább, és nézzünk egy picit bele a Szentírásba, hogy nincs értelme ugyanis ennek a kérdésnek, hogyha nem teljes szöveg környezetében nézzük. Jézust körbeállják a tanítványok, és azt kérdezi tőlük, hogy kinek tartanak engem az emberek? A válasz a következő. Azt válaszolják némelyek, hogy egyesek Illésnek tanítanak, vagy tartanak téged. Hát Illés próféta már vagy 6 évszázaddal előtte meghalt. Tehát magyarul ez mutatja, hogy a korabeli zsidóság hitte a reinkarnáció tantételét. Tehát el tudta képzelni, hogy Illés újjászületett Jézusban. Ennél durvább dolgot is el tudtak képzelni. Bocsánatot kérek, keresztelő Szent János a Jordánban megmeríti Jézust. Hát emlékeztek rá, gondolom, tudját. Igen, de aztán közben keresztelő Szent János fejét kéri a drága hölgy, melynek következtében keresztelő Szent János már nem él. És azt mondják a tanítványok, egyesek keresztelő Szent Jánosnak tartanak. Tehát magyarul azt gondolják, hogy a már élő Krisztusba keresztelő János lelke inkarnálódott. Azért ez elég durva válasz. És akkor ezek után jön természetesen az a mondat, amire hát az egyház nagyon keményen appellál, hogy sem nem ez, sem nem az, mert te az Isten egyszülött fia vagy, mondja Péter. És akkor erre mondja aztán neki a Jézus, hogy rád fogom építeni az egyházamat. Péter, te kőszikla, Péter nátszál volt, tehát a micsoda, itt Jézus egy nagyon fontos dolgot mutat meg. A pozitív szuggeszió nagyon nagy erővel tud hatni. Tehát Péter, te kőszikla. Hát most érted, onnantól kezdve megyek hazafele, hát eddig nátszál, de most így, hát most, hogy így Jézus mondja, tényleg kezdem érezni azt a sziklát úgy magamban. Azért, ha belegondolunk az egyháznak a felépítményébe, tényleg Péter vonalát építette fel az egyház. Az a helyzet, kedveseim, hogy 16 éves koromban én még majdnem úgy nézett ki, hogy katolikus pap leszek, tehát elég keményen benne vagyok a dolgokban. Akkor gyorsan mondom.
Szent Pál. Az a Szent Pál, akit eredetileg úgy hívtak, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Na, és akkor jött a pálfordulás, és azóta minden a korintusiakhoz írt levelektől kezdve, a filiszteusig, minden szempontból Szent Pál, tehát a felépítmény, és különösen a szabályozottság, nekem ezért Szent Pál, ha asztrológiailag valaki megkérdezi tőlem, hogy én Pétert minek tartanám, és Pált minek tartanám, Péter nekem egyértelműen a nyilas, Pál meg a bak, kőkemény bak. És az egész egyházi felépítményre ez gyönyörűen választ is ad. Természetesen mindenki tette a dolgát, tehát nincs itt, ez nem azt jelenti, hogy most ez jó volt, vagy rossz volt, nem minősítünk. Egyszerűen csak annyi, hogy próbáljuk megérteni ezeket a dolgokat. Megmondom őszintén, úgy jöttem el ide hozzátok, hogy reggel vagy délelőtt még belenéztem a legutóbbi feltett videóba. És akkor láttam, hogy Paksi Zoltán ült itt egy héttel ezelőtt, vagy mikor tájt. És hát megütötte a fülemet azért valami, úgyhogy arra gyorsan szeretnék reagálni, mert az ott van egy kis gond. Zoltán a kost hozta fel példának, hogy az nem archetipus. Na most két fogalmat nem jó összezavarni. Ezt az elnevezést, hogy archetipos, ezt Carl Gustav Jung óta ismeri. Tehát, ha úgy tetszik, mondjuk 100 éve. Akkor se egy kicsit előbb született. És ha már ezt a fogalmat most hagyjuk, tehát asztrológiai jel, oké, ez a kos. Ha az a kérdés, hogy mi az, hogy archetipus, magyarosan, Jung erre azt a választ adná, hogy egy olyan őskép, amely az emberiség múltjában és álmaiban fennmaradt. És mivel Jung életében közel 80 ezer álmot analizált, ennek következtében ő kifejezetten, mint álomanalitikus, nem érdekes, jó, mint álomanalitikus kezelte a betegeit, egy elhíresült történet, hogy ide azért, bocsássatok meg, a nagyon komoly dolgokról beszélünk, hogy időnként egy-egy ilyen kicsit kedves történetet bedobok, az csak azért van, hogy a figyelmeteket továbbra is megőrizzük. Volt egy beteg, ez éppen a bázeli lakásban történt, aki arról beszélt, hogy éjszaka álmában megjelent egy Scarabeus bogár, és ebben a pillanatban Jung ablakán koppant valami. Kicsi esélye van egyébként erre, mert a Scarabeus az ott lent sétafikál a földön. Tehát az, hogy Jung első emeleti ablakán koppan egy Scarabeus, erre azért túl sok esély nincs. Tehát, hogy hogy mászott föl? És az meg még kevésbé, hogy ez a jó ember kiejti, hogy egy Scarabeusról álmodott, és koppan az ablakon a Scarabeus. Erre Jung kinyitja az ablakot, megfogja a bogarat, és odaviszi a paciens elé. Erről álmodott? És a paciens meggyógyult. Jung ezek után hozza be azt az elméletét, amit úgy nevez, hogy a szinkronicitás. Kicsi az esély annak, hogy a paciens és a Scarabeus Jungnál beszéltek meg egy rendezvút. Ugye? Tehát ezt elfogadhatjuk, hogy ez azért egy elég erős hatás. Na most visszatérve az archetipusokhoz, ezek ősképek. Na most lehet a kos egy őskép? Hát miért ne lehetne?
Az összes állatövi jel lehet őskép. A Mars, mint bolygó nem őskép, de hogyha a Marsról, mint Istenről, és mondjuk, mint görög, vagy mint római mitológiai lényről beszélünk, akkor őskép. Na de ha a magyar népmeséknek az alakjait nézzük, a vasorú bábától kezdve a hétfejű sárkányig, ezek mind ősképek, tehát archetipusok. És az ősképek szimbolikája, az kifejez egy nagyon fontos dolgot a lelkünk mélységeiből. Ami miért fontos? Mert már Sigmund Freud elmondta, hogy van a tudat, és van a tudat alatti. Aztán később ezt Jung úgy módosítja, hogy van a tudat, és van a tudattalan. Valószínűleg azért tette hozzá ezt a fosztóképzőt, mert az emberek nem nagyon tudtak ezzel mit kezdeni, hogy tudat alatti. Na most, ezt már jobban nem lehet megmagyarázni, hogy tudattalan, tehát magyarul nem tudatos, vagyis nem tudod uralni, nem tudod gondolatokkal szabályozni, azért tudattalan. És Jung aztán tovább megy, mert azt mondja, hogy van a személyes tudattalan, és van a kollektív tudattalan. És az ősképek, az archetipusok, azok a kollektív tudattalanból származnak, mert gondolja arra mondjuk, mi magunkat úgy nevezzük, hogy Mária országa. De eredetileg nem Máriának neveztük, hanem Boldogasszonynak. Ami már önmagában véve, tehát gondoljatok bele, hogy az Isten anyát mi úgy nevezzük, hogy Boldogasszony, vagy Nagy Boldogasszony. Tehát nem Depis mama, hanem boldog, örömökkel teljes. Egy nép, amely több mint egy évezrede, ez a hülyeség volt, bocsánat, zárójel kitéve, jó, és akkor mondok valamit. Adva van egy olasz régész. Az etruszk művészetekkel foglalkozik, és a legtöbb maradványt itt találja meg. És ezek után ő mondja, megfizettük? Nem. Ő találta ki. Hogy ugyan már maguk az őslakosai Európának. Akkor most hány évezredről van szó? És akkor ezzel egyben, mert ilyenkor ugye, amikor az ember a sorok között olvas. Biztos hallottatok arról, hogy itt nem messze tőlünk van egy piramis. Nem is egy-kettő. Melyikre gondolsz? A boszniaira. Ja jó, akkor... És akkor ott találnak egy fadarabot abban a piramisban, amely szénmeghatározásos módszerrel kiderül, hogy legalább 36 ezer éve nyugszik ott. Szóval azért, mert Árpádék hazajöttek, rögtön kikiáltani ezt az egészet honfoglalásnak. És ezer évesek vagyunk. Jó, hát akkor azt gondolom, hogy úgy nagyjából... Akkor térjünk vissza a kérdéshez, hogy már a... Igen, Jézus, igen, igen. A Jézus mellett, aki volt, aki ugye Mária Magdolna. Aki van. Mert jó, hát most a volt, vagy a képen ott van. Róla beszél. Itt egy nagyon komoly probléma van. Az a komoly probléma, amiben most én itt rögtön megkövetlek, mint férfi, hogy olyan hülyék voltunk, mi férfiak, több ezer évvel ezelőtt, hogy a nők azok másodlagos szerepkört kaptak, és nem kapták meg a nekik járó helyet.
Bár hozzá kell tegyem, hogy a magyar hagyományban ez nem így van. A magyar hagyományban nem így van. Viszont, amikor az egyházban úgy döntenek, hogy választják a papi nőtlenséget, onnantól kezdve a női oldal szó szerint, tehát most gondoljatok bele, drága jó öreg népmeséink, ahol a nap és a hold együtt vannak, ugyan a nap, hát eleve arról van szó, hogy a szemed, az egyik szemed a nap, a másik szemed a hold. Hát ezt mondják, az ősi magyar népmeséink. És tényleg így van. A férfiak jobb szeme a nap, a bal szeme a hold. A nőknek a jobb szeme a hold, bal szemük a nap. Hát ez nem gyönyörű? Hát abszolút szép. Az asztrológia tudja ezt. És érdekes módon a népmesék onnan tudják. Tehát, na mindegy, a lényeg, hogy ezek után jött a nőtlenség, és a nőtlenség miatt ki kellett a női oldalt, hát hogy is mondjam, csak paterolni. És ezért az volt a legjobb, hogy azt a szerencsétlen nőt, aki Jézusnak úgy gondolom, hogy a kedvese volt, azt egy rossz lánynak, most nem akarom kimondani csúnyán, de szóval egy kának próbálta az egyház beállítani. Kurvára gondolsz? Arra. Ott le is írták. Le, hát persze, abszolút. Tehát nem Teodórával van a probléma, hanem Mária Magdalénával. Igen, csak Mária Magdalénával kapcsolatosan valakik viszont tudhattak valamit, mert ezek után elindult az egyházon belül egy elképesztő tisztelet egy olyan Madonna irányába, akit úgy neveztek, hogy Fekete Madonna. Amikor egy jó pár évvel ezelőtt... Mária Magdolna, persze, ő a Fekete Madonna. Úgy hozta a sors, vagy a szinkronicitás, hogy egyszer csak megjelentem Montserratban, Spanyolország, Bencés Kolostor. Csodálatos a hely, ha egyszer adja a Jóisten, menjetek el, mert tényleg lenyűgöző az egész. Ott őriznek egy ekkora Fekete Madonnát. Az egész kolostornak ez a csúcsa. Sorba állnak az emberek, hogy tiszteletüket tegyék a ekkora kis Fekete Madonna szobor mellett, vagy előtt. Na most hadd mondjak egy érdekességet. Ha nem akartok elmenni Montserratba, akkor javasolnám a Mátyás templomot, a budai várban. A jelenlegi bejárat, az nem a fő bejárat, hanem egy oldalbejárat, lemész a lépcsőn, majd kétszer balra fordulsz. Ott van egy mellékoltár. Ott látod a magyar Fekete Madonnát, aki megúszta a törököket. A török dúlás alatt is ott volt. Tehát előbb volt, tehát az ősi Mátyás templomban már ott volt a Fekete Madonna. És átvészelte a 150 év török förtelmet. És utána, azóta is ott van a helyén, ott van a mi Fekete Madonnánk. Mária Magdaléna. Ami azért érdekes, mert ez mutatja azt, hogy függetlenül attól, hogy nagyon sok mindent próbáltak kisikálni a magyarság tudatából, ezt nem tudták. Ezt nem tudták. Na most, ugye itt álljunk meg egy pillanatra. Jézus Krisztus emberi megnyilatkozását miért ne kísérhette volna egy nő, és akár miért ne szülhetett volna neki gyereket? Ettől Jézus Krisztus úgymond apostoli szerepe háttérbe kerül? Hát dehogy. Hát ez két szerep.
Hát az egyik dolog, hogy mit teszünk itt mi emberek, és a másik, hogy mi a szakrális küldetésünk. Miért kellene ezt a kettőt, miért zárná ki az egyik a másikat? Könyörgöm. És ha már itt tartunk, hát ezt nem kaptam kérdést. Válaszoltam a kérdésre? Nem igazán? Nem. Akkor bocsánat. Asztrológiai élet szempontból csak ugye annyit, hogy szűz, de hogy igazándiból engem ugye az a része érdekelt volna, hogy a jézusi szerepkör mellett ugye ötött a napnak szokták, ha jól tudom, hogy tanítmány. Egy nagyon fontos... Egy nagyon fontos dolgot mondanék. Tehát Jézus a halak korszak küldötte. A halak korszaknak az ellentét párja, tehát egy tengelyt alkotnak, az a szűz zodiákus. Az anyját úgy hívják, hogy Szűz Mária. És hogyha most Jungot komolyan veszük, akkor azt mondja, hogy mindenkinek az élete legnagyobb szerelme, az vagy az idealizált anyukájára, vagy az idealizált apukájára hasonlít. Tehát magyarul Szűz Mária egyenes folytatása Mária Magdaléna. Ezért kapta ezt a megtisztelő elnevezést, hogy a fekete Madonna. Bocsánat, van egy Madonna, az Jézus édesanyja. És van egy másik Madonna, ez a fekete Madonna, ez Jézus párja. És miért fekete? Ez egy izgalmas kérdés. Nem, bocsánat, nem izgalmas. Illetve nagyon izgalmas, de az én tudásom szerint... Nem halljuk, Magdi, majd mondd el, nem hallgatunk. Halljuk. Kikiabálom a világnak, hogy a fekete Madonna az a földanya. És úgy találták meg fiatalok ezt a szobrot, amit a tanár úr mond, hogy oda vezették őket az égiek, és ott valahol a környéken, a föld alatt talán. Így van. Tehát így van. Egyben a föld anya is, és a tápláló életet adó anya. Akkor most zárjuk rövidre. Még ezt nem mondtam el, de akkor most mondom. Tehát ott tartottunk, hogy a szűz és a halak, mint egy híd egymást kiegészítik. A görög tudásban az ős anya, Zeus felesége, Héra, de létezik az úgynevezett földanya, aki a termékenység szimbóluma többek között, és az Demeter. Tehát az ókorban is megvolt ez a fajta kettőség, egyébként ez Héra a rák, a hold, és Demeter a szűz. Vagyis itt tér össze a történet, hogy Mária Magdaléna a földanya. És innen jön, de hadd mondjak még valamit, hogy még miért fekete. Nem csak azért, mert hogy a föld alól szedik ki, hanem a férfi a nap, a nő a hold, az éjszaka istennője, ezért fekete. És hogyha egy picit visszagondoltok Mozart varázsfuvolájára, az éj királynőjére, no ezért. És akkor így most összeértek a szálak. És miért írták ki? Mert a születendő gyermekük lett volna annak a... Én megállnék itt egy pillanatra. A megszületett, megszületett. Volt egy... Amiért kiírták? Volt egy véletlen. Állok egy sorban, egy közértben, amikor már ott tartott a sor, hogy épp könyveket láttam. Én nagyon szeretem a könyveket, és ott rögtön kiszúrtam egy könyvet. Mondom, ezt leveszem, megveszem a fiamnak. Aztán ez a könyv a első spanyol utunkon
egyszer csak ilyen úti könyvé vált. Elvittük magunkkal. Ez a könyv a Grál kutatásával foglalkozik. És én ebbe eléggé beleástam magam. És a szerzők valójában azt állítják, hogy a Grálnak egy úgynevezett hármassága van. Tehát van az a kehely, amelybe elvileg Arimátiai József felfogta volna Jézus utolsó vércsöpjeit. Van egy a franciában a szent vér, azt úgy mondják, hogy Saint Graal. És a franciák úgy tudják, vagy legalábbis bizonyos franciák úgy tudják, hogy valójában Jézus nem a mennybe ment, hanem Marseille-ba, az édesanyjával, a feleségével és a kisgyerekével. És azt tartják, hogy a Merovink királyok vérvonala, az Krisztus vérvonala. Ennyi. És aki ebből a témából úgy nagyon tovább akar haladni, azt úgy általában el szokták tenni láb alól. Tehát nem veszélytelen ezzel a kérdéssel foglalkozni. Minden esetre itt én azért két dolgot még belezavarnék, ami elég hátborzongató. Volt egy társaság, akik a első évezred környékén Dél-Franciaországban éltek, és nagyon boldogok voltak. Hívják őket kataroknak is, de a bolgár elnevezés miatt bogumiloknak is. És eléggé erős volt a gnosztikus behatás az ő hitükben. Nem voltak istentagadók. Csak egy kicsit másképp közelítették meg ezt a dolgot. A pápának nem tetszett, és ha megkérdezem, hogy melyik volt az első keresztes háború, kapaszkodj meg. Ez. Az, hogy ezeknek még az írmagját is kiirtották. Ez az 1100-as években történik. És 200 év múlva ez a történet megismétlődik. Akkor a templomosokat írtják ki ugyanígy. Úgyhogy az egyház az sajnos, hát hogy is mondjam, csak sok mindent tett az elmúlt évszázadok során, ami nem igazán a kirakatba való. És hát kőkeményen hatalmi, pénzügyi és egyéb problémák vannak a háttérben. Minden esetre úgy tűnik, hogy ebből a vonalból, ami megmaradt, beleértve a templomosok ezt tudták, és utána átmentették Franciaországból Skóciába. És ott megint van egy... Hát minden tudsz, akkor én minek vagyok? Te mondod, de részletes. Ja, hogy én mondom, de részletes. Roszlinkából. És akkor, hát valójában... Na most... Viszont itt egy elágazás történik, mert egy másik vonal furcsa módon az Magyarország fele veszi az irányt. Mert hogy úgy gondolják, hogy mi jobban tudjuk. Mert és ezért itt a vonal. Létrejön a magyar papirend.
Ezek voltak a pálosok. A fehér. Az eleje. Nem a mostani, hanem az akkor. Ezt ne keverjük a kettőt. Nagyon nem. Nagyon ne keverjük. Nagyon nem. Na, ha már itt tartunk, és már ennyi mindenről volt szó, tudjátok-e, hogy kinek van vétójoga a pápa választásnak? Magyarország. Megáll az eszem, tényleg. Hát mi a fenének jöttem én ide? Hát mindent tudtok. Nem egy vites a társaság. Nem egy vites. És tudjátok, hogy ki élt a vétójogával? Mint magyar király? Fantasztikus. Hát... Szavai. Nincsenek szavaim, könyörgöm. Tehát akkor innentől kezdve érdekessé válik, hogy miért hívják a magyar királyt apostoli királynak. Milyen furcsa. És egyedül ő kapott vétójogot arra, hogy a pápa választásnál gyakorolhatja. Egyetlen magyar király nem gyakorolta a vétójogát. Ferenc József, mint magyar király, gyakorolta a vétójogát. A Habsburg. A Habsburg, igen. A Habsburg. Mert egy olyan ember lett volna a pápa, aki neki nem felelt meg. Úgyhogy érdekes dolgok ezek. Ez körülbelül olyan, mint amikor körülbelül egy olyan másfél évtizeddel ezelőtt, még a szíriai háborúk előtt a szírek közölték, hogy mit csináljanak ezzel a négy magyar várral, ők szeretnék ezt visszaadni. Ugyanis második András királyunk, az aranybullás, az amikor megkérte a pápa, hogy akkor vezessen már ugyan a Szentföldre egy hadjáratot, akkor ott csak úgy mellékesen felhúztak négy várat. Négy magyar vár, megvannak. Jobb állapotban, mint számtalan hazai magyar várunk. Döbbenet. Egyébként, ha interneten megkeresitek, akkor látni fogtok róluk képeket. Milyen érdekes, azóta Szíriát is már tönkre bombázták. Tehát a múltunkkal kapcsolatban nagyjából mindent, ami esetleg emlékeztethetne minket arra, hogy kik is vagyunk valójában. És igazából kik vagyunk? Most azt mondom, magyarok. Honnan jöttünk? Én maradnék annyiban, hogy hagyjuk ezt a... Hogy hívják ezt most az ilyen... Conteo? Conteo. Nem baj, de sok igaz. Ezek a mi conteóink, igen, most nagyon jó. Igaz. Na most az a helyzet, kedveseim, hogy Ptolemaios Claudius... Tetrabiblos a ténykérdés, hogy le van írva benne, hogy Magyarország, illetve a Kárpát-medence az nyilas, ez ténykérdés, és innentől kezdve a többi az a mi dolgunk, hogy mit kezdünk ezzel a tudásunkkal, de bizonyos értelemben egyfajta főpapi, na most, bocsánat, ki a valódi főpap? Most jelenleg ugye a katolikus egyháznál? Ki a legfelsőbb főpap? Hát a pápa. Értem. Na most a nyilas ország... Jóra van bízva. Az, hát jó, most nézd, ugye itt azért arra figyelni kell, hogy nyilván mindig lesznek emberek, akik... Hát, hogy is mondjam, csak nincsenek a... Tehát mindig arra gondoljatok, megint egy őskép, mielőtt még kihagynánk az állatövi jeleket, mint ősképeket. Direkt nem mondom, hogy arhetipus. Őskép. A kentaur. Az őskép a kentaur. Akinek az alsó része négy lábon a földön áll, és a felső része a nyilával, vagy a napba, vagy a holdba céloz a hagyományok szerint. Vagyis a felső része fantaszta.
Viszont ez azt mutatja, hogy egy kettőséget képviselünk. Tehát mindig lesznek, akik a pénzért mindent. Mindig lesznek. És mindig lesznek, akik a tudást követik. Ahogy drága jó Kassai Lajos mondta, nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek. Legyen ez a szünet. Szünet után. Köszönjük. Én is megkapcsolok benneteket. Köszönöm, hogy itt lehettem.